Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit, szeptember 21-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban színház, könyvelőzetes és megemlékezések szerepelnek kínálatunkban. Megtartották a Fame Musical bemutatóját a Vörösmarty Színházban, a darabot Hargitai Iván rendezésében láthatja a közönség. Fame, a hírnév ára korszakos musical bemutatásával kivételes feladatra vállalkozott a Vörösmarty Színház. Az előadás rendezője Hargitai Iván számára is nagy kívás volt a castingon kiválasztott fiatalokból csapatot építeni, olyan csapatot, amely kész a fiataloknak fiatalokról szóló darab eljátszására. Meglepetés vagy ajándék, szóval, hogy hát úgy álltunk neki ugyanolyan komolysága, mint bármelyik másik munkának. Annyi a különbség, hogy egyszer csak így... Azért ilyen 10 évente van ilyen, hogy valahogy ilyen olyan körülállás van, pláne a zenés műfajnál, ami ugye mindig azt mondjuk, hogy zenés műfaj, könnyű műfaj. Nem csak olyan értelemben, hogy hát olyan szempontból szokták mondani, hogy könnyű műfajnak, hogy könnyebben befogadható, oldottabb, viccesebb, aranyosabb, bájosabb, nem tudom micsoda, és hát azért tudjuk, hogy ebben a műfajban azért a Nyomorultaktól a Jézus Krisztus szupersztáron, hát azért nem csak ez a fajta könnyedség létezik, hanem lehet ezt a műfajt talán más gondolatokkal, értékekkel is csinálni. És hát ez egy olyan csapat jött össze, aki azt gondolom, hogy hát azt lehet mondani, hogy ha úgy fog sikerülni a dolog, ahogy ezt gondoljuk valószínű, akkor ez nem egy előadás lesz, hanem ez egy ügy. Nem titok, a darab Rovó Tamás koreográfus számára is magában hordozza a musical játszás összes értékét, tapasztalatát, hiszen nagyon pontos életképet mutat arról, hogy a mai tehetségkutatók világában a könnyű siker a sztárság tiszavirág életű, ha nincs mögötte munka, áldozat és harc. Nehéz megszólalni egy összpróba után egy fantasztikus csapat, és tényleg nagyon nehéz, mert... Olyan iszonyatos módon dolgoznak, és olyan alázatosak, és olyan szinten teljesítenek, amit én 25 éves pályafutásom alatt színházban még sose láttam. Tehát ezt is nagyon őszintén és komolyan mondom. Nagyon-nagyon nagy kihívás, iszonyatosan kemény munka, tehát gyakorlatilag mi most már azért két hónapja tulajdonképpen reggel 9-től este 10-ig. Iszonyat sok táncpróba, nagyon kemény táncok, nagyon sok ének, nagyon komoly színészi feladatok, tehát hogy ez egy... Nem is tudom, hogy én csináltam-e valaha életemben ennyire komplex előadás, mint ez a mostani. És hát óriási várakozással tekintek én az elé, hogy a nézők mit fognak elszólni. Én magam is, aki alkotom ezt a darabot táncilag, sokszor borzongva ülök a nézőtéren, és tényleg azt látom, mert ezek a fiatalok egész egyszerűen valami olyan elementális erővel képesek próbálni, hogy volt itt olyan próba, amikor gyakorlatilag az egész színpad elérzékenyült, és mindenki sírt. Tehát a színpadon lévők, a rendező környezet, én sírtam, a rendezőasszisztens, mindenki egyszerűen olyan pillanatok teremtődnek a színpadon, hogy valami fantasztikus. És én azt gondolom, és nagyon bízom benne, hogy az előadás is az lesz. A darabban a szereplők önmagukat játsszák, lelkes, feltörekvő színészeket, zenészeket és táncosokat, akik remélik, hogy egy nap az ő nevüket is ugyanúgy ismerni fogják, mint a musicalt. Egy bizonyos, ez egy bakancslistás darab, ezzel a csapattal mindenképpen. Az első pillanatokban azt hittem, hogy
mi egy színdarabot fogunk próbálni, aminek Fém a címe, de minél inkább megyünk beljebb ebbe a próba folyamatba, és közeledünk a bemutató felé, azt érzem, hogy mi ezt a darabot nem próbáljuk, hanem tényleg éljük. Tehát a zenészeknek zenét kell próbálniuk, a táncosok iszonyat sokat melóznak szabadidejükben a rúdnál, itt a színpadon, a próbateremben, a rengeteg énekpróba van, tehát gyakorlatilag ebben a színházban lett egy művészeti iskola az elmúlt két hónapban, és gyakorlatilag megtöltjük az egész épületet, mindenhonnan zene szól, mindenhol izzadt, táncos, csapzott emberek jönnek, mennek a folyosón, akik elképesztő fáradtak a egész napos próbájuk után, úgyhogy hát nagyon jó azzá válni úgy igazán, amit a színpadon is alakítunk. Hála az égnek volt már lehetőségem sok előadásban játszani, de az, ami itt megszületik és ami itt van közöttünk, ilyet én még nem tapasztaltam, és ezt teljesen őszintén mondhatom. Az, hogy egy ilyen csodálatos csapat, egy ilyen jó előadást csinálunk, ez hihetetlen, és nagyon fájdalmas, szó szerint, mentálisan és fizikailag is, de azt gondolom, hogy ez a munka, ez most megérik, és nagyon bízom abban, hogy ez el fog jutni a nézőkhöz, mert csodálatos lesz. A Carment szintén kettős szereposztásban játszó fiatalok számára is élményt jelentett minden a színpadon töltött pillanat. Kiderült, hogy az Iván nagyon jó pedagógiailag, és ugye mi pályakezdők, nekünk ez nagyon fontos. És valahol sejtettem, hogy ha csinálunk egy előadást, és egy ilyen előadást, akkor valami teljes dolog fog születni, és sokkal többek leszünk általa. Tehát maga a próba folyamat, ugye egy tanulási folyamat is, tehát nem csak dolgozunk, hanem tanulunk is. Úgyhogy én bíztam benne, hogy ez így lesz, hogy összerakjuk a magasságot, mélységet, mind lelkileg, mind a táncok szempontjából, illetve nyilván a zene oldaláról is. Amikor ugye kiderült, hogy bekerültem az előadásba, és megismertem a társaimat, akkor éreztem, hogy itt valami különleges, itt valami megismételhetetlen fog születni, mert egy olyan csapat részese lehetek, ami még életemben soha nem volt, és szerintem kevés embernek adatik meg, hogy egy ilyen szuper és remek csapat részese lehet. Sok tényezőnek kell összejátszani ahhoz, hogy valódi érték szülessen. Ez a musical a fiatalok útkereséséről szól, miközben bepillantást enged a kulisszák mögötti világba is, amely már korántsem olyan csillogó, mint ahogy az kívülről látszik. De mi a darab láttán reménykedhetünk, hiszen tudjuk, hogy a tehetség egy szerencsés állapot, és a fém valóban róluk mesél. Rövidesen kézbe vehetik az olvasók azt a könyvet, amelyből megismerhetik Arató Antal városunk népszerű könyvtárosának életét. A kötet szerzője Májer Tamás és főszereplője Arató Antal a Zsolt utcai közösségi ház vendégeiként számoltak be a készülő kötetről. Arató Antal címzetes könyvtárigazgató, a Vörösmarty Társaság tiszteletbeli elnöke, valamint barátai voltak a közéleti és kulturális szalon vendégei a Krisztus Király plébánia Zsolt utcai közösségi házában. A találkozó apropója az a könyv, amely rövidesen megjelenhet a könyvtáros legenda életéről. Nagy reménnyel kezdtünk bele ebbe az évadba, ami most már a 6. évadunk, és nagyon örülünk, hogy ezt meg tudjuk valósítani, a közéleti és kulturális szalon programjait. Olyan díjazottakat mutatunk be, akik érdemesek arra, hogy példaként szolgáljanak Székesfehérvár, a megye, akár az egész ország színe előtt. Ezen felül szeretnénk közösségeket is bemutatni, például baráti társaságokat, ahogy a finn-magyar baráti társaságot bemutattuk, az idén szeretnénk a lengyel-magyart, a horvátokat is esetleg, hogy minél szélesebb legyen ez a paletta, minél több mindenkit ismerjen meg Székesfehérvár lakossága. A kezdő pillanat az Májer Tamás új könyve, amely
azt hiszem, hogy nagy érdeklődésre tarthat számot, hiszen Arató Antal életét írja meg, aki egy különleges személyisége Fehérvár kulturális életének. Így van, Arató Antal járt már nálunk, és most másodszor hívtuk őt vissza, hiszen amikor ő megkapta Székesfehérvár rangos díját, akkor a vendégünk volt, de most, hogy megjelent ez a könyv, ez még különlegesebb. Amikor egy élő legendáról jelenik meg egy könyv, azt hiszem, hogy és itt van jelen, akkor annál érdekesebb nem nagyon van. A nagy érdeklődésre számot tartó beszélgetés moderátora, városunk kulturális életének meghatározó személyisége, a Vörösmarty Társaság elnöke, Arató Antal barátja, Bobori Zoltán volt. Van miről beszélnünk, tehát azon kívül, hogy az ő pályafutásáról, meg a munkásságáról, a sok-sok eredményről, amit ő elért, azon kívül, hát van miről beszélni itt a közéleti dolgainkról, a nehézségekről, a kulturális életünkről. Valóban úgy van, hogy azon kívül, hogy egy rendkívül jó humorú emberről és jó beszélgető partnerről van szó, az ő tisztánlátására itt a helyzetünket illetően azt hiszem, hogy oda kell rá figyelni, és az ő tisztánlátására szükség van. Remélem, hogy ebben a most a rendezvényektől túlzsúfolt életünkben és időszakban és eljönnek, és meghallgatnak minket. A könyv szerzője a Fejér megyei Hírlap tehetséges újságírója, aki a Láncos Szegfű ösztöndíjnak köszönhetően foghatott hozzá a Hiánypótló kötet megírásához. Jó pár éve ismerem most már, és rengeteget mesélt, sztorizott különböző asztalok mellett, és ebből jött az ötlet, hogy tulajdonképpen a barátaimmal egy új barátról írjunk egy könyvet, amelynek a lényege úgyis az lesz, hogy Tóni Arató Antal fog beszélni, elmondja gyakorlatilag az életét. Én egyfajta, nem tudom, projektor leszek, akinek mondhatja, és így aztán majd, hogyha kész lesz ez a könyv, akkor mindenkihez szólhat ezek a könyvlapjain keresztül. Azt tudjuk, hogy a te írásaid különlegesek, semmiképpen nem stílusszegények, úgyhogy ezt várhatjuk ettől a kötettől is? Nekem azt gondolom, hát még nagyon a munka elején vagyunk, ugye a Láncos Szegfű Alapítvány ösztöndíja támogat engem a munkában, a kézirat elkészítésében, úgyhogy egyelőre az interjú elkészítése kezdődött meg, ugye nagyon sok-sok beszélgetés lesz majd, illetve már volt eddig is, köztem is Tóni között. Én azt gondolom, hogy az lesz a fontos, hogy az ő személyisége jöjjön át minél jobban, nekem itt háttérben kell majd lennem maradnom. Ennek ellenére azért tudjuk, hogy a pályád delelőjén vagy, ha úgy tetszik. Fontos számodra, hogy eljutottál eddig, hogy most egy ilyen érdekes személyiségről írhatsz? Hatalmas dolog. Egyszerűen tényleg, amikor én megismertem, nagyszerű emberek között ismertem meg egy születésnapi bulin, és én csak néztem, hogy itt egy festő, ott egy címzetes könyvtárigazgató, és így tovább, és azóta is csak pislogok, hogy micsoda emberek közé kerültem, úgyhogy nagyon nagy öröm és izgalom számomra. Arató Antal a legenda számára is különleges helyzetet teremt, az egyedi életút dokumentációja, de mint tudjuk, ma is szereti a kihívásokat. Sokat beszélgettünk a Mayer Tamással, ugye írt egy cikket a kitelepítési élményünk, és ki voltunk telepítve 51-től 53-ig, és akkor tovább mesélgettem, így jutott az eszébe, mivel már olyan rossz a szemem, hogy írni nem tudok, hogy egy ilyen interjú kötetet készítene. Leginkább, ahogy Pilinszky írja, a élet vidám óráit őrzöm. Milyen volt a beszélgetés sorozat, hiszen nyilván egy könyvhöz sokat kell beszélgetni. Igen, hát tulajdonképpen még csak az elején tartunk, az az igazság, úgyhogy én mondom, ő diktafonra veszi, utána le fogja írni, 36-os betűnagysággal, én azt elolvasom, kiegészítem, ő újra leírja, úgyhogy elég hosszadalmas munkálat lesz, de a címlapja már megvan, az a következő lesz, John Milton diktálja lányának a Elveszett paradicsom című klasszikus művét, és a Milton fejébe a Norbert fotóművész barátom azt le fogja vágni, oda rakja az enyémet, és a leány helyébe pedig a Mayer Tamásét. Ez lesz a címlap.
Minden esetre ismerve Arató Antal arszpoétikáját, miszerint, hogy egy könyv attól jó, ha jól érzi magát az olvasó, biztosak lehetünk benne, hogy ezúttal is így lesz. Dienes Otto munkásságára emlékeztek az Aranybulla könyvtárban. A kiváló tanár, író és képzőművész egy esztendeje hunyt el. Egy esztendeje nincs köztünk Dienes Otto Pro Civitate díjas és a Magyar Arany érdemkereszttel kitüntetett tanár, író, városunk kulturális életének meghatározó személyisége. Az Aranybulla könyvtárban ráemlékeztek barátai és mindazok, akik számára a polihisztor legenda életműve ma is fontos. Dr. Dienes Otto, sokaknak Otto bácsi, idén egy éve, tehát májusban egy éve hagyott el bennünket. Gyakorlatilag a Vörösmarty Társaságnak az egyik elnöke volt, a város kulturális és irodalmi életének nagyon tevékeny alakja volt. Ő több kötete jelent meg, szervezte az irodalmi életet. Székesfehérváron ezért Pro Civitate díjjal tüntette ki, a Magyar Állam pedig Magyar Állam Arany Érdemkereszt polgári tagozata címmel jutalmazta őt. Szerintem ezek a díjak, meg egyáltalán az a szeretet, ami őt körülvette, mind a tanítványai, mind a irodalmi társai az a kulturális életben, hát ez önmagáért beszél. Nagyon-nagyon szeretett ember volt, és az utolsó, hogy az egyik polihisztora volt a városnak, az utolsók egyike, akkor pontosabban így fogalmazok, hiszen az irodalmi alkotások mellett, illetve a pedagógusi pálya mellett, amit tényleg hitvallással tevékenykedett, hitvallással művelt, hát a kézművességben, a képzőművészetben is kiteljesedett. Lukácsi József közíró, a Vörösmarty Társaság alelnöke azt a komplexitást, a teljességben gondolkodást, a teljességre való törekvést emelte ki, amely csak a legkiválóbbaknak sajátja, amely méltán emelte Dienes Ottót a Fejér megyei szellemi élet legjobbjai közé. Emlékezni és emlékeztetni jöttünk. Emlékezni arra, hogy bár sokaknak úgy tűnt, hogy csak tegnap történt, de már egy év telt el azóta, hogy Dienes Otto eltávozott közülünk, és emlékeztetni jöttünk, mégpedig az ő irodalmi, képzőművészeti, egyedülálló értéket képviselő munkásságára és tevékenységére. Hálás vagyok azért, hogy ez az este itt megrendezésre kerül. Köszönöm a kezdeményezőknek, mert egy mindenkit és egy ilyen kiváló embert is, mint Dienes Otto, csak úgy őrizhetünk meg közösségünk emlékezetében, ha időről időre beszélünk róla, a személyéről és kiváló művészetéről. Tehát mondhatjuk, hogy a folytonosság biztosítéka, hogy olvassuk a könyveit, nézzük a képeit, viszont milyen hatása van a mára, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy számtalan olyan írása volt, ami voltak éppen a jövendőt tükrözte. Nagyon remélem, hogyha egyáltalán még magas szintű irodalmat, prózát, költészetet, eszét, tanulmányt a mai érdeklődők olvasnak, akkor olvassák Dienes Ottót is, hiszen maradandót és örökérvényűt alkotott nem csak költőként, íróként és eszéíróként, hanem képzőművészként is, mint kiváló festőművész, és mint olyan fafaragó, aki gyönyörű kis pasztikákat faragott fából, például korpuszokat is, amelyek emlékezetesek maradtak mindörökké. A kiváló író, költő, esztét, a festőművész és tanár rendkívül gazdag és összetett életművének kivételes pillanatait az egykori tanítvány, a későbbi írótárs és jóbarát Elsimon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója idézte meg. Dienes Otto azon utolsó tudós tanárok egyike, akik hihetetlen mély műveltséggel, átfogó tudással rendelkeztek, és akik képesek voltak mindezt a diákjaiknak szenvedélyes módon átadni, megszerettetni velük az irodalmat, megszerettetni velük a kultúrát, a francia nyelvet, az angol nyelvet. Másrészt egy rendkívül összetett és kreatív alkotóra is emlékezünk, hiszen egyszerre volt író, egyszerre volt képzőművész, fafaragó, tehát annyi területen volt járatos, annyi területen érezte magát otthon,
ami kivételesen ritka a mai időkben. Azt is mondhatnám, hogy Székesfehérvár utolsó poliesztora volt ő, aki nemzedékek sorát tanította az idegen nyelv szeretetére, a művészet értékelésére, a kultúra megbecsülésére. Revák István az alkotó ember, a képzőművészettel is intellektuális közelségbe kerülő művész egyedi alkotói vénáját emelte ki gondolatsorában. Kiragadtunk a DNS munkásságából egy részt, ezeket a metafizikus képeket, ami úgy érzem, hogy az esszé irodalmát teljesen vizuálisan megjeleníti. Tehát a behatolás a metafizikába és a valós társadalmi létnek a problémája, annak a démonikus megfelelőjének a vizuális megfestése volt a DNS-nek, ezek a kis képeknek, a metafizikus bestiáknak a kifejezője. Ez 40 kép volt körülbelül. Mi 20-at állítottunk most ki, én rendeztem a kiállítást, úgy rendeztük, hogy logikusan, sorrendben megfeleljen és bemutatkozik az a társadalmi világ, ami az ő korában és a mi korunkban nagyon fontos volt. De mégse félj, kedvesem, mert mi is leheveredünk az emlékezés gyepére, és nyitott szemünk előtt nyájban vándorolnak éveink. Az ő végtelenül egyszerű szavakból szőtt csodájával emlékezünk a csupa nagybetűs esztétára. Mi dolgunk a világon címmel Vörös Marti Mihályra emlékeztek az Igézőben. A zenés-verses összeállításban a 220 esztendővel ezelőtt született költő máig vezető látomásait foglalták össze az alkotók. Régi dicsőségünk, hol késel az éjjel homályban? Mi dolgunk a világon címmel született meg az a zenés-vers színházi előadás a 220 éve született Vörös Marti Mihály műveiből, Rózsási Barbara, József Attila díjas és Lázár Balázs Bella István díjas költő szerkesztésében, amely országjáró körútja során ellátogatott Székesfehérvárra is. Az Igézőben Talján Marian színművész, hegedűs, Lázár Balázs színművész és Csörsz Rumen István régi zenész adott választ a címben megfogalmazott kérdésre. Az emberiség egyfajta paradigma váltás előtt áll mindenféle értelemben, érezzük ezt a koronavírus járvány nyomán is, tehát hogy nagyon nagy változások előtt áll az emberiség, akár a globális klímaváltozás társadalmi folyamatokat, de akár az eddigi társadalmi rend megszűnése vagy átalakulása, és ez már elkezdődött Vörös Marti korában, és a zsenik azok azért előre látják ezeket a dolgokat, így volt ez Vörös Martinál is, hiszen ha csak megnézzük a gondolatok a könyvtárban, ami szintén elhangzik ebben a költeményben, tulajdonképpen előre látta az előző 100 évet a kommunizmussal, a fasizmussal, a természetnek a rongálásával, még egy kicsit a BLM mozgalom is benne van, hogyha bele akarjuk magyarázni, amikor arról beszél, hogy hát az Isten képét szíjjal ostorozzák Amerikában. Tehát, hogy annyira aktuális ma Vörös Marti lírája tulajdonképpen, hogy a 220. évforduló nem csak egy szép emlékezés, hanem egy szembenézés önmagunkkal is Vörös Marti lírája által, és hogy mi a legnemesebb, hát embernek maradni mindezen kihívások mellett és ellenére. Sötét és semmi vannak. Én vagyok. A fény elől bojdokló gyászos éj. A féreg, a pillanat búboréka elvész, idő sincs mérvelételének. Kulturális örökségünk közvetítésében Vörös Marti életműve kiemelkedő jelentőséggel bír. A mi dolgunk a világon fontos kérdés, emberként, magyarként a 21. század soha nem látott globális és nemzeti kihívásokkal teli korában.
A kérdésre a tehetség és az igazság időtlen, egyetemes magyar alkotójától érkezhet válasz. Vörös Marti nagyon korszerű, nagyon aktuális kérdéseket boncolgat, szóval itt túl az értékrendszeren, amit ő képvisel, olyan problematikákat fedez fel, és keresi rá a választ a verseken belül, amit mi minden nap felteszünk magunknak. Tehát itt megjelenik tényleg a klímaválság, a kétpólusú társadalmi rendszer, folyamatos egymásnak feszülése, vagy az, hogy egyszerűen miért vagyunk a világon. Gyászosan andalok, az ősi vére nyert szabadság, s vonja felé az egekbe készül. Az előadásban elhangzó költemények, mint egy egymásnak felelnek egy dramatizált játék, lírai történet keretében, amelyhez korabeli dallamok, motívumok felhasználásával megzenésített versek társultak. Én alapvetően régi zenész vagyok, hogy olyan egykorú dallamokat, sőt még régebbieket illeszünk a versekhez, amelyek lehetővé teszik az éneklésüket, úgymond kortalanul, tehát ha kell, akkor ma, de akkor is lehetővé tették, azt ne felejtsük el, hogy az antik versmértékeket évszázadokon át énekelve tanulták az iskolában. Ezt mindig elmondom, mert ma is ki lehetne próbálni, sokkal jobban haladnánk a verstannal, és nem utálnák annyira a gyerekek, mert bemegy a fülükbe a dallamaink keresztül. Erre a humanisták már a 16. század elején tankönyveket írtak, és 4 szólamban lehetett énekelni. Tehát még az is működött, hogy több nemzedék énekelje együtt, kisdiák, nagydiák, mutáló, nem mutáló. És ebből például az alkajoszi strófához illő dallamot, ami amúgy is élt Magyarországon a reformáció idején halottas énekként, azt például nyugodt szívvel használhatjuk az alkajoszi metromú verseihez Vörös Martinak, mert hogy ez egy ilyen típus dallam. Ha nem is ez, de egy hasonlót vagy ő ismert, vagy akik olvasták, így mondom. Olyan is van, ahol megvannak az eredeti dallamok, ebben a műsorban nem szerepel, de a kor nagy slágere volt például a Fóti dal. Az egy rendes verbunkos dallam, többfélére ráhúzható, persze az sem mindig volt egyforma. Az előadást hallgatva és megélve nem lehet kérdés, Vörös Marti Mihály a mának szóló látomással írta le előre a következő 2 évszázad történéseit, miközben hitte és vallotta, hogy lesz még egyszer ünnep a világon. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!